Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! 2020. június 25-én vagyunk érten a Happy Hús Kft-nél, és itt egy gyönyörű a kirakat, hogy végignézem, itt minden található, ami szemszájnak ingere. Igaz, hogy a kiszolgálás nem mindig ugyanaz, egyszer jó, egyszer a legjobb, és egy alkalommal itt látok egy házi asszonyt, aki bevásárolt. Megkérdezhetem, hogy hogy került ide, ebbe a húsboltba? Véletlenül, a mai nap véletlenül. Miért ön nem érdi lakos? Vagy? De igen, de nem szoktam erre járni. Első alkalommal vetődött. És hogy van megelégedve a kínálattal? Sajnos nagyon bőséges és nagyon szép az ár. Tegeztetek a kínálatban? És a kiszolgálóval? A kiszolgálással? Abszolút. Tökéletes. Az is tökéletes. Így van. És akkor fordulok ide, hozzájárul, hogy a videó felkerüljön az ön által nyilatkozott a világhálóra, köszönöm. És fordulok az üzletvezetőhöz is. Jó napot kívánok, uram! Lenne kedves bemutatkozni? Hebhard József vagyok. Én nemzetközi sajtó vagyok, tudnélik is bevetődtem ide, igaz, nem először, remélhetőleg nem is utoljára. Köszönöm Azért szépen. Határoztam el, hogy itt feltétlenül készítek az önök üzletében egy rendkívül rövid interjút. Nagyon szépen köszönöm. Mióta üzemeltetik önök ezt a húsboltot? 2005. augusztus 10-e óta. És hol szerzik be ezeket a csodálatos ízekkel ellátott árukat, mert itt van püstölt áru, van töltött áru, tehát gyakorlatilag minden, ami szemszájnak ingere. Ezt az árut mind személyesen szerzem be minden nap, ha kell, mert ugyebár Gödöllőről járok ide dolgozni, és útba esik Pest, és akkor különböző árukat a különböző kereskedőkhöz szerzem be. Tehát útba esik jövet menet, mint a takarék szövetkezet, ahogy mondani régen. Szokták, igen. És Gödöllőről jár ide be? Igen, 16 éve. Tehát annyira jó itt a forgalom, hogy gyakorlatilag megéri onnan bejárni? Hát ez nem pontosan így van, mert 12 évig voltam a súrjának a boltjának a főnöke, de az sajnos bedőlt. Igen. És kénytelen voltam nyugdíj előtt valamit csinálni. És ez lett az alternatíva megoldás, hogy ezt a boltot ki tudtam bérelni, és így kerültem ide. Itt maradtam, helyesebben mondva. Igen, hát hangsúlyozom még egyszer, hogy nem először vagyok itt. Volt időszak, amikor annyian voltak itt, mint a heringek, alig tudtunk beférni. Egyik alkalommal igaz, hogy akkor ünnepek előtt álltunk, úgynevezett a nagy karácsony ünnep előtt, amikor a nagy bevásárlást végezték az emberek, de akkor is nagyon udvariasak voltak a kiszolgálása olyannyira, hogy kávé helyett még valami másról is kínálták a vendégeket. Volt, aki elfogadta, volt, aki elbújt, kérte, és az üzletvezető nem találta, hogy hová lett az a szemtelen öreg, aki igényelte, hogy adjon neki kávé helyett valami mást is. Uram, nagyon szépen köszönöm az interjút, kívánok önöknek nagyon sok sikert, és kérdezem, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy ez az interjú felkerüljön a világhálóra. Igen. Köszönöm szépen. Én köszönöm a megtiszteltetést, hogy méltónak talált engem, meg a boltunkat arra, hogy ez így legyen. Köszönöm, jó napot kívánok. Én köszönöm.